Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit ebben a mai videóban. Mint hogy a címből is láttattátok meg az index képen is, kérdésem lenne, hogy mi legyen a skyblockunkkal. Gondolkodtam azon, hogy Discordon kikérdeztem pár embernek a véleményét erről. Sokan azt mondták, hogy sokkal jobb lenne, hogyha kikerülne a pay-to-win-es dolog. Azaz, hogy ne lehessen spawnert venni. Meg amit igazából bent akarok hagyni, hogy kulcsot lehessen venni, de azt is bitang drágán, tehát ja. És valószínű, hogy ezt az egész egy reset követné. Hallottam olyat is, hogy nehéz. Tehát nehéz a kezdés. Erre most csak annyit tudok mondani, hogy lehet, hogy csinálnánk még több kezdőládát így elrejtve, és akkor az még nagyobb power lenne így úgymond a kezdőjátékosoknak. De úgy gondolom, hogy fog kelleni még egy reset. És kíváncsi vagyok a ti véleményeitekre. Akinek olyan a kommentje, ezt légy szíves, lájkoljátok be, hogy tudjam, hogy kinek mi a konkrét véleménye erre az egészről, meg hogy mit szeretnétek, mert én szeretnék valamit kezdeni a szerverrel, de köszi amúgy, esküszöm, értelmes vagy. Na. Szóval ezt igazából így félretesszük, amit a csávó írt. Nagyon értelmes. De viszont kíváncsi lennék arra, hogy akkor mégis mi legyen, mert azért mégis csak a metás rendszert visszahozhatom az teljes mértékben. De nekem nem tetszik ez a player szám, ami mostanában a skyblockon van. Szeretnék ezen változtatni. Kérném a véleményeteket. Teljes mértékben kifejtett kommenteket kérek, tehát nem olyan, ami összecsapott, meg az ilyesmiket, tehát ezt hanyagoljuk már, légy szíves, mert saját magatokat minősítitek is. Szerintem ez így égő. Szóval, ja. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, légy szíves, akkor a komment szekcióban fejtsétek ki a véleményeteket. Köszönöm szépen. Sziasztok!